Tehát rendterek vagyunk, igen. Igaz, igen. Azok vagyunk. Én kíváncsi lennék, hogy mi lenne, hogyha az ember kipróbálná ezt így, ezt a rendőr dolgot. Nagyon egyszerű kipróbálni, bármikor kipróbáljuk. Csak szóljál Pisti. Én tudom, hogy téged nagyon vonz. Hogy a felében? Én mondom, én nem szeretem. Szerintem nincsen szükség arra, hogy másokat elkezdjünk buzerálni. Nincs erre szükség. Az a baj, hogy így látja. Ez a baj, hogy olyan vak. Olyan vak, hogy ezen sajnos még a szemműtén se segít. Szerintem, vagy én legalábbis bízom abban, hogy az emberek szeretik, amit csinálunk, és hogy nem kell ilyeneket csinálni. Meg nincs is miért. Nincs is miért, tényleg. Tudjuk, hogy nagyon nagy közönsége lenne ennek a témának, de nem. Nincs miért csináljuk. Miért csinálnának egy THEVR rend csatornát? Ez mekkorat menne? Én bízom abban, hogy az embereknek van annyi ítélő képessége, hogy meg tudják mondani valamiről, hogy szar. Nem. Az a baj, nincs. Sajnos nincs. Nézd meg, hogy hány ember szavazott a Fideszre. Én bízom bennük, azért az ember nagy része meg tudja mondani, mindenféle ilyen tartalom nélkül is. Tényleg. Néha jó érzés színek lenni. Nem tudom. Szerintem nem. Ilyen szempontból nem. Szerintem sem. Vagyis legalábbis lehet, hogy valaki jobban érzi magát attól, hogy egy geci a másik emberrel, és úgyis nem azt mondom, hogy szivatja, vagy ilyesmi, hanem egy geci egy másik emberrel, de én mindig úgy gondoltam, hogy általában azok az emberek bántanak másokat, akik, tudjátok, akiket vagy bántottak, vagy ők nincsenek rendben. Igen. Elmondod a véleményed, az azt jelenti, hogy bántottak téged kiskorodban. Az ő helyben lennék, én is vak lennék? Hát nem tudom. Szerintem azért az ember függő. Szerintem az ember függő. Én nem hiszem el, hogy ahhoz, hogy ők ezeket a számokat elérjék, így kell ezt csinálni. Szerintem nem így kell ezt csinálni. Biztos vagyok benne, hogyha neveket mondanának, akkor sem néznék őket kevesebben. Mondjanak véleményt, meg nézzék meg, hogy működik. Az emberek kíváncsiak a véleményükre, mert ők a legnagyobb influencerek. És miért hívjuk őket influencereknek? Azért, mert az embereket tudják influencelni, tehát befolyásolni a véleményükkel, meg azzal, amit csinálnak. Befolyásolják több ezer ember életét, több tízezer, több százezer ember életét. Miért ne lennének kíváncsiak a véleményükre bármiről? Hát ezért hallgatják a Happy Hour-t. Csak egyel messzebb kell ugrani attól, amit most csinálnak, és elmondhatod más emberekről is a véleményedet, vagy esetleg a munkásságukról, de az a baj, hogy Pisti ezt úgy látja, hogy itt személyekről van szó, de nem, itt általában nem személyekről van szó, hanem munkásságokról, vagy esetleg káros dolgokról, jelenségekről, nem feltétlenül embereket fikázunk mi itt. Szerintem az a baj, hogy ha valakinek az jön le abból, amit mondjuk én csinálok, vagy a Bandi csinál, vagy Bálnáig, vagy bárki csinál, aki kommentari videós, streamer, hogyha ez jön le, hogy mi fikázunk embereket, akkor ne haragudj, de szerintem nagyon buta vagy. Ha valakinek ez jön le, az szerintem butus. De persze volt már rá példa, hogy fikáztunk valakit, esetleg poénból személyeskedtünk, ez szerintem amúgy belefér a saját magának megfelelő kontextusban nyilván. Pisti is poénkodott már érdekes dolgokkal szerintem, szóval ebben is menjünk bele. Tehát szerintem egy normális ember, tudod, aki egy kiegyensúlyozott életet él, meg úgy megvan magával, az csak úgy nem kezd el b***sztatni valakit. Ja. Miért, hogyha felbasz az, hogy mondjuk valaki kisgyerekeknek vetkőztet nőket videóba, kisgyereknézőknek, mondjuk Daz is csinálta ezt, ugye, focis kihívás, ilyen vetkőzős focis kihívás. Ez ellen felszólalni nem egy jó dolog, vagy hogyha mondjuk valaki, ne adj Isten, pedofil, és ugye gyerekeket akar hát megszexuálni gyereknézőket, az ellen se szólaljak fel, mert más dolgával foglalkozok. Hol húzzuk meg a határt, Pisti? Ne szólaljak fel ellene azért, mert nem az én dolgom. És ennyi. Legyek meg a saját kis világomba. Hol húzzuk meg a határt? Ott, hogyha valami bűncselekmény történik, és jogilag köteles vagyok szólni róla, mert tapasztaltam és látom, hogy bűncselekmény. Ott húzzuk meg a határt. Mert szerintem azért nem csak a bűncselekmények lehetnek károsakat a társadalomra, meg főleg a gyerekekre. Szerintem más tartalmak is lehetnek károsak a bűncselekményeken kívül. És igenis fel kell szólalni ellenük, mert hogyha engedjük, hogy mindenki azt csinálja, amit akar, akkor az összes idiót ember azt fogja csinálni, amit akar, és meglátjuk, hogy például a tesók hogy csinálja. Hogyha mi nem lennénk, hogy elmondjuk a véleményünket mondjuk, én nem tudom, hogy a tesók az most hol tartana, mert mondjuk nem került volna le az a videó, vagy létre se jött volna az a videó, valószínűleg, amiben ugye szétlőtték a lőtéren a rendelek fejét, az kinyomtatva, ugyebár. Az a videó lehet, hogy nem készült volna el, ha nem mondtunk volna véleményt róluk. Ez tény és való. De akkor milyen más videók készültek volna el? Ennél rosszabbak? Kösz szépen amúgy a 100 bitet. Ez olyan, mint a suliba, a bulik. Igen. Általában az... Én úgy látom, hogy Janinak azért vannak saját gondolatai is, de így Pisti mellett inkább elfojtja őket, és nem mondja, mert már nem értenének egyet, és... Pisti nincs azon az agyi szinten, mint a Jani. Én valamiért ezt látom, de nem tudom, lehet, hogy csak én gondolom bele ezt. Akik basztatják a másokat, azonnak is bajuk van amúgy. De ez kizárt, hogy nem. Biztos, hogy így van. Így van. Tehát vagy valami családi problémája van, vagy valami ilyen párkapcsolati probléma, mondjuk hát a fiatalon, nem tudom, de mindegy. Ez a probléma velem. Bántottak az iskolába, és ezért elmondom a véleményemet dolgokról. Ezért van véleményem, mert bántottak az iskolába. Vagy kicsi a pöcörő. Kicsi a pöcsöm. Igen, ez is egy nagyon jó konklúzió, Jani. A legértelmesebb dolog, amit mondhattál. Ennél okosabbat nem mondhattál volna. Akármi lehet. De tényleg általában, akik basztatják a másikat, valami komoly problémájuk van. Ez ilyen. Igen. Igen. Ez szinte biztos, hogy vagy saját magukkal nem elégedettek, vagy valami ilyesmi van. Mert igazából mondom még egyszer, az, hogy azt gondolod a másikról, hogy egy fosadék, meg az, hogy elmondod neki, hogy az, vagy mindenkinek elmondod, hogy az, szerinted, a között gigantikus különbség van. Óriási nagy. És az, aki azt mondja, hogy de el kell mondanod, az nem normális. Miért nem? Én nem azt mondom, hogy valaki egy fosadék, mert így objektíven kijelenteni azt, hogy valaki egy fosadék, ezt nem lehet szerintem. De szubjektívan kijelenthetem azt, hogy valaki egy fosadék ember szerintem azért, mert csinált valamit, ami nekem nem fér bele. És erről beszélhetek, mivel szólásszabadság van, Pisti. Lát, hogy nálatok nincs, tudom, hogy nálatok nincs, mert beírtam, hogy sziasztok, és permabant kaptam. Öröm, sziasztok. Sziasztok. Tudnom kellett, mi az. Teleportál. Vannak pontok, amik között lehet teleportálni a ma. Külök ilyet. Nice. Félnek csetelni. Vagy már mind ki vannak bannolva. Én bírom a THEVR-t. Szia, Manin. Ne, most mindenki. Bro! Geci! De a világ, amiben élünk, ott viszont van szólásszabadság, szóval ja. A sziasztok az egy bannolandó dolog a THEVR-nál, de hát mindegy. Mondjuk azért a véleményformázás és a fikázás között van különbség. Ők ezt nem tudják. Mert azt nem, tehát véleményt alkotni az emberről nem tudsz nem alkotni. Az agyaddal nem tudsz leülni, beszélgetni, hogy mostantól ne gondolj senkiről semmit. De inkább bent tartod életed végéig, és egy begyepesedett f***szel, mint jó magad a tükörképedben, Pisti. Jap, így kell csinálni. Nincsen. De az, hogy megválogatod azt, hogy te szándékosan úgymond rossz érzést okozol valakinek, vagy sem, az egy olyan emberi tulajdonság, ami szerintem megkülönböztet minket jó sok mindentől. Úgyhogy szerintem a között nagy a különbség. Most már az állatokhoz vagyunk hasonlítva. Igen. Valamikor a nagy egók között tud játszani? Igen, de hát alapvetően az se egy egészséges dolog feltétlenül, hogyha úgy van nagy egót, hogy amúgy nincs mire. Ja, neki van mire. Pont ezt akartam mondani, de hát a Pistinek is nagy egója van, de neki van mire. Itt a válasz. Igen. Szóval... Imádom, geci. Bólogató János, szó szerint. Igen. Nem tudom, mert most érted, hogy azt mondod, hogy jó érzés gecinek lenni. Én is így rohadt nagy geci vagyok. Ó, te jóságos ég, de érted, de nem öntöm rá az emberekre. Hát most ezt csinálod amúgy. Csak név nélkül csinálod. De most pont ezt csinálod amúgy. Nem tűnik fel neki, hogy szembe beszél saját magával? Nem is kell. Nem is kell, szerintem. Abban igazad van Nessájnak, hogy hogy attól függetlenül ez a köcsögölős content nyilvánvalóan arról is szól, hogy te azt gondolod valakiről, hogy maradjunk ennél a példánál, mondjuk én nézlek téged, mint videóst, és én azt gondolom, hogy szerintem botrány, amit csinálsz, egyszerűen botrány, és tudod, tehát mindent fokozni kell. És tehát eljutok arra a szintre, hogy szerintem annyira botrány, hogy ezt egyszerűen nem hiszem el, hogy valaki nézi. Aztán eljutsz a következő szintre, hogy hát de meg, hogyha valami ennyire botrányosan szar, arról nem igaz, hogy nem mindenki azt gondolja, hogy botrányosan szar, csak valamilyen mégis nézik. És akkor amiatt készítesz ilyen videót, és várod a kommenteket alá, meg a lájkokat, hogy igen, van, aki egyetért velem. Igen, Pisti, mindenki magából indul ki. Lehet, hogy te így csinálnád, ez elég szomorú amúgy, de nem ezért csináljuk, Pisti. Én csak szimplán élvezem ezt. Képzeld el. Szeretem csinálni, szeretem az embereket. Nagyon jó közösség kialakult itt szerintem. Fogjuk rám, hogyha az 5 éveseket nem számoljuk. Akkor egy tök jó közösség kialakult itt. És szerintem ez egy tök király dolog. Én nekem nem azt mondom, hogy annyira adnak a véleményemre az emberek, de lehet, hogy érdekesen meg tudom fogalmazni a mondani valómat olykor, ne adj Isten, még értelmes is lesz. Én nyilván azért kezdem el ezeket a videókat csinálni, mert meglátok valamit, hogy milyen szar, és akkor most előtt csinálok egy videót. De várjál már, Pisti, én ezeket a videókat élőben nézem. Nem tervezem el, hogy most ma ezt a videót, nem terveztem el, hogy ezt a videót meg fogom nézni. Sőt, amit az elején néztem meg, azt pont elterveztem, mert azt a stream előtt, a tegnapi streamben láttam már, hogy lesz olyan videó. Én ezeket nem írom meg, képzeld el, nem csak kiválasztok valakit, hogy most ezt fogom baszogatni, elküldik, elmondom a véleményem és kész, ez nem baszogatás. Ugyanúgy mondom el, mint hogy a komment szekcióban lenne. A komment szekciót ugyanúgy nyilvános, csak azt tudod moderálni. Lehet, hogy ez fáj, hogy a Pisti nem tudja moderálni másoknak a videóját, és reagálni meg nem reagál rá. Még kommentben sem, mert akkor a buborékban él, hogy véleményre reagálni az egyszerűen valami ördögi dolog. Igen, van, aki egyetért velem. Hogyne lenne? Tehát így mindig van. De hát úgy van. Na, és itt van a probléma. Itt van a fundamentális probléma, bazd meg. Hol? Hogyha én készítek egy videót arról, hogy Jani egy botrányosan szar ember, és szar, amit csinál, mindegy mennyi like jön rá, mindegy mennyi komment jön rá, igazam van, attól még nem lesz úgy. Számodra. Ez megint egy szubjektív dolog. Miért, hogyha én felvilágosítom az embereket arról, hogy mondjuk XY youtuber bele akarta tenni a kukiát egy kis fiú vagy kislány fenekébe, azt szerintem egy tök eléggé nyomós indok arra, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez a fasz egy fasz. De most hozok fel másik példát is. Tegyük föl, csak valaki másik károsabb tartalom, mondjuk a tesók. Szerintem az embereknek a gondolkodni képes embereknek a tesók videók lehet, hogy nem jutottak volna úgy el, nem? Lehet, hogy itt közületek nagyon sokan nem is vágnak, hogy kik azok, vagy csak így felületesen, de úgy, hogy én már csináltam videót róla, megnéztétek, és el tudtátok dönteni az én videóm alapján, hogy ti kedvelitek-e őket, vagy nem, vagy hogy azokat a tartalmakat, amiket ők csinálnak, megnéznétek-e. Eldöntitek, kész. Így egy másik közösséghez is el tud jutni. Szerintem ez is egy tök király dolog, hogy egy másik közösséghez is eljuttatok tartalmat, amit nem én csináltam. Mivel van, hogy jó tartalmakat is eljuttatok, ugye? Csak hát nem azokba szokott a videó lenni, mert az emberek a fikára kíváncsiak. Ettől még nyilván nem lesz úgy. Nem. Én azt nem mondom, hogy úgy van az, amit én mondok. Mindegy mennyi komment jön rá, igazam van, attól még nem lesz úgy! Nyilván, én nem azt mondom, hogy ez az igazság, amit én mondok. Én ezt soha nem szoktam mondani, hogy ez az igazság, amit én mondok. Mindenki el tudja tenni magának a kis fejébe, hogy amit én mondtam, azt ő most az igazság kosárba teszi, vagy a vélemény kosárba teszi, vagy a fasság kosárba teszi, és mindenki ki tudja kapcsolni a videómat, hogyha nem ért vele egyet, vagy meg tudja fogalmazni a véleményét kommentben, és akár még vitázok is vele, ellentétben Pistivel, akinek ugye, hogyha ellenvéleményt mondasz, akkor a legjobb, amit kaphatsz, az az, hogy kibannol. Igen. Szóval, ja. Én még erre is képes vagyok, nem úgy, mint egyesek. Ez a baj ezzel a contenttel. Csak nem értik meg azok se, akik csinálják. Hogy attól még nem úgy van. De én megértem. Én itt vagyok. Hallod? Pisti, itt vagyok. Én megértettem. Én ezt megértem, hogy nem úgy van. De én nem is szoktam így objektíven állítani dolgokat emberekről. Én csak elmondom a véleményemet. Én soha nem mondom azt, hogy valami így van. Meg általában nem is szoktam emberekre azt mondani, hogy faszapok, max az, hogy hülyék. De hát az meg általában az szerintem hülyék. De ezzel megsértődni. Úristen. Nemrég fedeztelek fel, nagyon szórakoztató és értelmes vagy jó humorral, régebbi videóidat is szoktam nézegetni, nem értem, ez miért lenne rossz tartalom, inkább nézem azt, hogy másokat fikázol, mint hogy egy VR Eurotrack szimulátort nézzek. Hát figyelj. Vagy egy happy hours. Nem, jó, ezek szélsőséges esetek amúgy gombapaprikás, mert most itt a THEVR nézzük, majd jönni fognak kommentbe. Ezek szélsőséges esetek, hogy itt most pedofilokról beszéljünk, meg ilyenekről. Nyilvánvaló, hogy azokról van nekik is véleményük, de nem tudom, lehet, hogy mondjuk, hogy a THEVR csinált volna egy videót arról, hogy haló, nem vagyunk a barátaitok, és lehet, hogy nem kéne így ilyen közelséget tenni a néző és a videós között. Lehet, hogy ez egy hasznos dolog lenne, hogyha mondjuk mindenki elmondaná, hogy haló, mi nem vagyunk a barátaid amúgy, és kicsit kezeljétek már normálisabban a dolgokat, de tanító jelleg az nem nagyon van benne senkibe, csak az, hogy pofázni akar, meg nézettséget akar szerezni. Tanító jelleg az nagyon kevés emberben van benne, amúgy ezen a platformon, és nem tudom, hogy Pistiékben ez mennyire van benne, de ők is csak most itt pontosan azt csinálják, amit mi, elmondják a véleményüket valamiről, viszont nem mondanak neveket. És ez, hogy úgy mondod el, hogy nem mondasz neveket, ez szerintem meg a legundorítóbb dolog, mert hogyha van véleményed valamiről, akkor igenis mondd ki. Mondd ki, bazd meg. Hogyha már beszélsz róla, akkor mondd ki, hogy kiről beszélsz. Vagy állj ki egy vitára vele, és beszéljétek meg. Egy vitára mindig kíváncsiak az emberek. És itt nem drámáról beszélek, hanem valódi érdembeli vitáról, amiben érveket sorakoztattok fel egymás ellen. És akkor lehet, hogy a Pistit is meg lehetne győzni, de mondjuk őt biztos, hogy nem lehetne meggyőzni, de esetleg a VR nézők közül lehet, hogy meg lehetne győzni valakit. A fókuszcsoporttal csinált videót, de hát ott, ott az Ádám az nem nagyon volt annyira belekérdezős, mint amennyire szerettem volna, hogy az legyen. A Pisti nem akar vitázni, csak mindig ontja a szart folyamatosan az emberek fejére úgy, hogy nem mondja ki a nevüket. Kurvára felbasz. Most nem tudom, hogy itt most rám gondol, a Bálnára gondol, a Bandira gondol, ki a faszomra gondol? Ez egy konkrét eset. Ja. Most ez egy konkrét eset. Ha nem szar, amit csinálsz, ha nem botrányosan szar, amit csinálsz, attól, hogy én azt mondom, attól, hogy van, aki velem egyetért, attól még nem lesz rossz, amit csinálsz. Ja, ez nem így működik a content. Hogyha botrányosan szar, amit csinálsz, akkor valószínűleg nekem nem kell rólad videót csinálni. Pont, hogy kell, mert ezek a videósok olyan buborékokban vannak benne, ahol őket istenítik, ezt szerintem pont a THEVR tudja legjobban amúgy. Ezekben a buborékokban pontosan le fogják szarni, mert a videós ugyanolyan idióta embereket vonz, vagy ugyanolyan okos embereket, tök mindegy, a saját tulajdonságát vetíti ki a nézőkre, és ugyanazokat a tulajdonságokat, ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkező nézőket fog bevonzani. Tehát, ha hülye vagy, hülyéket vonzol, ha okos vagy, okosakat vonzol. Ezek buborékok, amik ki tudnak alakulni, és az algoritmus ugyanilyen embereknek fogja bedobni ezeket a videókat. Viszont, ha egy olyan ember csinál egy videót erről, aki nem ebben a buborékban van, akkor lehet, hogy ez a content esetleg eljut máshova is, és lehet, hogy az emberek onnan rá fognak jönni, hogy ezen ellen fel kéne szólalni, mert ez tényleg botrányosan szar, és káros lehet a gyerekeknek. De hogyha csak gyerekek nézik, akiknek még nincsen véleményük, és ők ezekből évekig élnek, úgyhogy konkrétan a külvilág nem is nagyon tudja, hogy gyerekeknek videót csinált, max a szülők tudják, mert látják a monitoron. A felnőtt emberek nem fogják tudni, hogy ezek a gyerekvideósok mi a csinálnak, és milyen káros dolgokra képesek. Pontosan ezért készülnek el ezek a videók, és ezek a streamek, hogy ezekre fényt tárjunk. Ennél jobban nem tudom elmagyarázni, és az a baj, hogy a Pistinek ezt hiába magyarázom, mert annyira vakon van, és nem képes vitázni. Annyira szívesen vitáznék vele. Mert ezt tudják az emberek. Vágod? Igen. Ja. Na mindegy, szóval ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy ezt nem látják be. Pistéknek egyébként pont jól jön az, hogy nem szeretnének megnevezni embereket, mert nem akarnak konfrontálódni. Ezt rá tudják húzni arra, hogy azért nem említik a neveket, mert nem akarnak cloudot annak, akiről kritikát mondanak. Jaj, mert biztos a THEVR nézők majd átmennek oda izélni. De mi? Nem akarnak cloudot annak, akiről kritikát mondanak. Mi van? Ugyanezt, amit most mondtál, fordítsuk meg. Mi van, hogyha azt nem akarják, hogy a THEVR nézők esetleg eljussanak olyan tartalomhoz, ahol a THEVR-t kritizálják, és ne adj Isten, kialakulnak olyan gondolatok, hogy ez lehet, hogy mégsem annyira jó, mint amilyennek eddig gondoltam. Nem lehet, hogy ezt akarják megakadályozni pont a nem névmondással? Meg azt, hogy brendeket veszítsenek be, nem hiszem, hogy amúgy majd Coca-Cola meg ilyenek kiszállnának mögüle, azért mert elmondja véleményét dolgokról. Hát a Dancsó Péternek is volt a Pepsi szponzora, és a Dancsó hány dologról mondta el a véleményét? Szerintem nem tudod megszámolni. A content készítői, vagy ők azt gondolják, hogy mindenki hülye. Amit nyilván ugye én is gondolok. Mert ez egy alapvetés. Igen. Igen, pontosan ez az, ami tehát, hogy vannak emberek, szerintem is van olyan, és egyetértek veletek, szerintem is van olyan magyar YouTube videós, olyan magyar streamer, aki elképesztő, hogy akár egy szempárt is tud vonzani. Tehát szerintem annyira rossz, hogy atyaságos úristen, hogy a faszomba lehet ezt a szart nézni. Vannak ilyenek. Na jó? Ez én vagyok? Ó, bazd meg, de hát soha az életemben nem jutnék el az agyamba odáig, hogy hát egy hónap, bazd meg, én ezt elmondom. Na. Hogy igenis, hadd lássam, hogy igazam van. Jó. Nem kell ez nekem elég, hogy én ezt gondolom. Igen. Neki elég, hogy ezt gondolja rólam. Ezt tudja, hogy rólam van szó. De nem kell máshol, megerősítse az egyenlőt. Meg úgyis találsz olyan embereket, akik ugyanígy gondolják. Pontosan! Ezért nincsen relevanciája ennek az egész. De pont, hogy ezért van relevanciája, mert így lehet közösségeket kiépíteni meg Bandiékra. Én nem tudom, kire gondolgatsz. Hát rám simán gondolhatnak amúgy. Engem nagyon nem szeretnek. Hát amikor voltak ezek a leleplezések, és muszáj volt beszélnie róluk, ugyebár, akkor is nagyon kerülték, hogy nevemet kimondják meg ilyenek. VR-nak nagyon sok ilyen fanatikus nézője van, akik ha értelmes véleményt hallanak, se hiszik el, de én ezt egyébként néha kicsit fájdalom, hogy a THEVR-nak vannak gyakran megnevezve, mert amúgy ja, ez közérthető megnevezés, de nekem inkább ezek a negatív érzések sokszor csak Pistivel kapcsolatban vannak. Szém, ugyanezt mondom én is. Nekem is a Pistivel van. Én szerintem a Jani az csak úgy tudja, hogy hadd mondja már, öregszik, már megbolondult egy kicsit szegény, hadd mondja. Kialakul a titkos egylet, az utálkozók egylete, akik azt hiszik mindenkitől okosabbak. Mi már ők látják mondtuk, a valóságot. Mi már évek kezdőt megmondtuk, hogy egy szar. Igen. Hoppá. Imádom ezt. Túl sok ilyen van, Zsófix, ne legyél ilyen kíváncsi. Pedig jó lenne szóval, amúgy. Szóval, na, jaj. De miért nem mondják, hogy kire gondol? Ez van. Na, ne. Fura ez a dolog. Engem meg ez basz fel. Hogy ezeket a... Hogy gondoljatok bele abba, hogy mennyi kibaszott időbe kerül ezt a rengeteg ilyen jellegű kontentet elkészíteni, és hány 100 milliószor több idő ezt a rengeteg sok ilyen elkészített kontentet megnézni. Hát nem tudom, hogy a vágatlan gameplayeket szerintem egy kicsit lát, hogy több idő végignézni, amúgy Pisti. A vodokat, a THEVR vodokat egy kicsit talán több idő végignézni. Elkészíteni viszont nem amúgy, mert bekapcsoljátok a stream gombot, aztán stop streaming, megfogod a kis fájlt, vagy még lehet nem is kell megfogni, mert Twitch-ről átimportálod, és keresed vele a milliókat, mert nagyon sokan megnézik, meg a hosszú content, sok reklám van benne, több 100 000 forintot hoz, úgyhogy Pisti csak ült a seggén. Mi pedig igen, fektetünk bele energiát is, mert megvágjuk a videókat, meg ilyenek. Ez így van, Pisti, amúgy. Én most ezt úgy fogtam meg, ahogy szerettem volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, ott van még a render time, az is nagyon fontos. Az semmiről, Jani. Hát nem semmi, mert ez érzelmeket generál abszolút a videó. Semmi. Abszolút semmi. Feszültséget. Órák hosszat nézel olyan tartalmat, ami olyan emberekről szól, akiket nem szeretsz. Ezért nem nézed őket. Olyan még nem gondolt, hogy cringe-ből néz valamit? Ő még soha nem nézett ilyen trash tartalmakat? Nem nevetett még egy Mónika sós klippen se a Pisti? Szerintem a Pisti az első ember, aki nevetne rajta. Pont olyannak tűnik amúgy. Szóval nem tudom. Szerintem van ilyen is, hogy szánalomból nézel valamit, és azért már vicces, és kikapcsolódsz ezen. Az én streamemen például nagyon sok ilyen tartalom van, amit így szánalomból, cringe-ből lehet nézni, vagy csak szimplán fel. És az emberek meg nevetnek akár a reakciómon, vagy feldobja őket, hogyha én nevetek egyet, vagy nem tudom, érted, de azért ezek nem... Faszom, feleslegesen beszélek. Igaz? Ez jó, hát ebben van igazság, igen. Tényleg? Van igazság benne. Faszom. De érzelmeket generál. Igen. Provokál. De az tény, hogy felbaszod magad, ez nagyon fontos. Az tény, hogy felkelti az érdeklődést, és valószínűleg emiatt is... nem azt mondom, hogy nagy port kavar, csak emiatt téma például a Dancsó videója, mert nagyon ritkán fordul elő az, hogy ezt nagy csatorna csinálja kisebbel. Igen. Általában az esetek 99,9%-ában a kisebb csatornák baszogatják halálra nagyobbakat. Hol fogja elvinni ezt a gondolatot? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Biztos azért, mert kisebbségi komplexusunk van, nem? Irigyek vagyunk. Ennél jobban nem hiszem, hogy ki tud hozni ebből a mondatból. És amikor fordítva történik, akkor minden ilyen érdekes lesz, hogy mert ugye szám, nagyobb. Pedig amúgy az... semmit nem jelent, de ja. De hogy nem. Ha fordítva történik, akkor az úgy van. Ja, valaki elmondta az igazat. Mi van? Hagyjuk már, hogy fenntartások nélkül nézik az emberek a Dancsó videóit, bazd meg. Pont a Jani mondta az előbb, hogy az emberek el tudják dönteni, mi igaz, meg mi nem, meg hogy mi szar, meg mi nem. Most meg itt meg a végén ugyanez ellen érvelnek, amit az elején mondtak, hogy akkor az igaz, hogyha egy nagyobb csatorna mondta. Hagyjuk már, ember, geci. Úristen. Tudom, hogy vágatlan meg, hogy ez élőben volt, de hogy ekkora butaságokat beszélnek egymás közt, bazd meg, és hogy ezt több ezren nézik, és elhiszik, és felnéznek rájuk. Én ezt nem értem. Én vagyok az 5. legnézettebb a magyar Twitchen. Hoppá. Hoppá. Látod, hogy tuti rám gondoltak, bazd meg, amúgy. Én is mindig itt szoktam lenni fönn, és tuti szokták látni, hogy milyen geci szar vagyok. Tuti rám gondolt a Pisti, bazd meg. Ezen fogok kattogni. Kb. Stream végig, szerintem elfelejtem is megyek szarni, de valamit még azért berédelek. Szia manin, ha elfogyott a mannit, csak szóljál, donételek 100-at, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.